személyes felütés, egyszerűen imádom a település neveket itthon. Szintpetri, Jósvafő, Aktelek, Ragály, Szuhafő, Trizs. Ez mind-mind az Akteleki Nemzeti Park területén található, nem véletlen a felsorolás. Hiszen ma egészen pontosan a helyszínünk... Trizsben vagyunk, Trizs az Akteleki Nemzeti Park határán lévő kis falucska, amely tradicionális gömöri falu, hogy a Gömör, mint vármegye, nagy részét elcsatolták annak idején Magyarországról. Ez a néhány kis falu azért itt maradt nekünk. A hagyományos építészeti formákkal, a hagyományos termelési, művelési ágakkal. Jelen pillanatban 250 fő lakik a faluban, reméljük, hogy többen lesznek. Egyre bő. Faluban elég sok fejlesztés van, és abban bízunk, hogy nem fog elnéptelenedni a falu, hanem meg tudjuk tartani az itt élő embereket. Elhangzott az, hogy gömöri falu. Igen. Na hát, Whitefülűeknek, az mit jelent? Hát annak idején ugye a 63 vármegye egyik a gömöri vármegye volt, ami hát sajnos az első és a második világháború után a jó része a szlovákiai részre került. Hát pillanatnyilag is ott vannak, azt gondolom, hogy a tényleg emblematikus gömöri szép polgári települések, így van Kassa, ahol, mint tudjuk, márai szülővárosa, és egy nagyon szépen felújított, nagyon szépen karbantartott város, Rozsnyó, és hát még jó néhány falu, ami a történelmi hagyatékunk, ha úgy tetszik. Trizs egy igazi régi vágású és nagymúltú település. Nagyon ősi kis településről beszélhetünk, ugyanis már kora középkori vasolvasztó telepeket találtak a község határában, és a térségben ugye ez nagyon fontos dolog volt, mert hogy ez kiegészítette gyakorlatilag a faszénégetés és a mészégetés, hiszen az Akteleki Nemzeti Park határában vagy térségében vagyunk, és a mészkő előfordulása az itt jelen van. A legérdekesebb, hogy bizonyít a lakosság száma az országos trendekkel ellentétben nem csak csökken, hanem növekszik. 1995-től az akteleki és a szlovák kasz barlangjai felkerültek az UNESCO világörökségnek a listájára. Gyakorlatilag Magyarország egyetlen élettelen természeti értékeit védő nemzeti park, az Akteleki Nemzeti Park, amely élettelen természeti értékek miatt kapott világörökség címet. Számtalan túraútvonalunk van a térségben, és történelmileg, hogyha megnézzük, akkor nagyon-nagyon sok helytörténeti és kultúrtörténeti értéke van ennek a területnek. Összefonódik minden, amiből nagyon sok van, az a nyugalom, a jó levegő, és a térségben élő emberek vendégszeretete. A táj magáért beszél. Másszunk is le a dombról, és menjünk vissza Ilonához. A személyes kapcsolódás onnan ered, hogy az én édesanyám innen származik. Mi egy közeli településen éltünk, gyerekkorunkban nagyon sokat nyaraltunk itt az ikertestvéremmel, és hát persze az élet elsodort innen minket, mind a kettőnket, és néhány évvel ezelőtt az édesanyám, bár akkor már nagyon beteg volt, de szerette volna megvenni ezt a házat, ahová most közeledünk, akkor a tulajdonosok nem adták el, és néhány évvel később viszont megkerestek egy ajánlattal, hogy szívesen eladnák nekünk ezt a házat. Sajnos az édesanyám akkor már nem élt, de úgy gondoltuk, hogy az iránta való tiszteletből megvásároljuk, felújítjuk, és hát megpróbáljuk jó szolgálati módon hasznosítani. Megpróbálunk vele egy olyan mintaértékű vendégházat kialakítani, amiben meghagytuk a tradicionális formákat, meghagytuk az eredeti épülettömeget, a gömöri jellegzetes építészeti elemeket, és ezzel együtt modernizáltuk. A Fruktárium vendégház itt Trizs közepén megőrizte a régi báját, és bizonyos fokig még főhajtásnak is tekinthető Ilona édesanyja előtt, ez még az épületen is felelhető. Az épület a 30-as, 40-es években épülhetett, gyakorlatilag abban az időben, hogy a több generáció élt együtt, az a feltételezés, hogy ez a két ház is úgy alakult, hogy a nagyobbik épületben élhettek a szülők, és a kicsi valószínűleg már a fiatalok részére készült. A hagyományos gömöri építészeti jegyeket hozza mind a két épület, mind a kettő háromosztatú volt annak idején, amit mi többé-kevésbé meg is tartottunk. Tornácosak,
Ezek a klasszikus hosszú házak. Elől tiszta szoba, hátul nem kevésbé tiszta szoba, közben pitvar. A kisebbik épület szintén ugyanezt ezt a szerkezetet mutatja. Mind a kettő szálláshely, tehát mind a kettőben szobák vannak. És akkor ugye kettő tehát szoba? Igen, tehát ebben kettő különálló szoba és egy előtér. Ez pedig egy apartman azzal a kis kiegészítéssel, hogy itt nincsen te a konyha, mint a klasszikus apartmanokban. Aha. Tehát itt van egy háló, egy nappali, illetőleg a vizes helyiségek. A nagyobbik épületben pedig tágas szobák vannak, és ahhoz elkapcsolódó vizes helyiségek. Igen, és kis tornác is egyébként, ami nagyon-nagyon hangulatos. És hogyha megyünk tovább, akkor ugye pince is van. Így van, tessék, ugye a pince szintén egy kényszerű adottság, hiszen a telek nagyon lejt, mint ahogy itt mindenhol, és mire a háznak a homlokzatával kellően előre jutottak, addigra ki is alakult egy ilyen pince szint, hiszen olyan nagy a domborzati szintkülönbség. No, akkor autentikus, abszolút tornácos, szépen felújított, régi időket felidéző épület, két igen, szobával. Így van, abszolút autentikus. Itt gyakorlatilag a tornácnak a régi elemeit is lemásoltuk, és úgy pótoltuk vissza, hogy teljes egészében azt a formát és azokat a motivumokat hozza, mint ahogyan ez régen volt. Ugyanígy a karzatnak a motivumai is. Ott látható egy pad, az szintén hát több évtizedes, nem tudom pontosan megmondani a korát, de az is a gömöri teljegyeket, a gömöri stílust, illetőleg motivumokat hozza. Ebben a nagyobbik épületben tulajdonképpen a nyílászárók voltak azokat, amiket le kellett cserélni, és nagy-nagy szerencsénkre találtunk egy olyan vállalkozót, aki pontosan ugyanúgy állította vissza a nyílászárókat, mint ahogyan azok eredeti állapotukban voltak. Kettő szoba van benne, kettő 20-25 négyzetméteres szoba van benne, ami két személy befogadására tökéletesen alkalmas, illetőleg pótágyazottak. Természetesen a hozzájuk tartozó vizes blokkal, fürdőszobával, tusolóval együtt. Akkor mi a plafon itt hány fő? Hát itt maximum 6, igen, és időnként még megjelenik egy kis ágy is, igen, tehát ja, annyira tág. Azért, jó, akkor ezt megoldják. Igen, tehát még pici babák is szoktak jönni. És a másik épület? A másik épület körülbelül 40 négyzetméter, abban egy hálószoba van, illetőleg van egy nappali. A hálószoba egy tolóajtóval választható el a nappalitől, illetőleg a belépőtől. A nappali pedig tartalmaz egy kétágyas kanapét, ahol még plusz két gyerek fér el. Tehát a hálóban nyilván egy kétszemélyes ágy van, és a nappaliban akkor pedig egy kihúzható. Fő. Igen, tehát ott négy fő kényelmesen fér. Összesen 10. Azt mondjuk, hogy 10 fő a kapacitása, igen. Be is megyünk, amúgy is hideg van. Szóval, először a kisebbik, az apartman a soros. Tehát most vagyunk a Boróka házunkban. Boróka. Ez a Boróka ház, ez a feltételezések szerint a két generációs életmódban a 30-as, 40-es évek idején a fiatal házas párnak a kezdő lakhelyéül szolgált. Nagyon kedvelt a kisgyerekes szülők körében, vagy a kisgyermekes családok körében, mert hiszen úgy épül föl a ház, hogy van egy hálószoba, praktikusan a szülők számára, ami... De belessünk akkor. Igen. Ez a háló, szabad? Bocsánat. Természetesen. Tehát ez a háló a szülők számára, ami azt gondolom, hogy kellően tágas, egy elhúzható ajtó áll rendelkezésre, és a gyerekek pedig a másik szobában nagyon jól érezhetik magukat. Ennek a háznak egyébként még az az érdekessége, hogy próbáltuk megtartani az eredeti stílust, az eredeti színeket, tehát a sötétbarna, a fehér színeket, ami a korai, vagy ami a tradicionális népi építészethez tartozott, de ennél tekintettel arra, hogy próbáltuk egy kicsit üdévé is tenni a házat, hogy igen, akkor hogy színekje, és akkor gyakorlatilag ez egy kísérlet volt. Ez a tapéta, ez nekem volt, megmaradt egy korábbi építkezésből, és amikor a festők itt dolgoztak, akkor megkértem az egyik festőfiút, hogy próbálj meg föltenni ezt a tapétát, és csináljunk egy kísérletet, mert lehet, hogy nem rossz az ötlet. És hát én akkor nekem éppen el kellett mennem, és mire visszaértem, addigra elkészültek vele, és azt gondoltam, hogy ez egy tökéletesen vállalható. És ez például, ezek ilyen eredeti...
Vagy hogy mit kell ezeket, tudni magáról? Ezeket, tehát a mennyezeti anyagokat, ezeket már utólag kellett betennünk, tudnélik, az eredetiek azok nagyon rossz állapotban voltak. Amikor ezt megvásároltuk, akkor ez egy rendkívül elhanyagolt épület volt. Mi is volt itt egészen pontosan? Hát egészen pontosan itt cefre volt, hihetetlenül leomlott állapotban volt a háznak a belseje, a padlózat teljesen használhatatlan volt, úgyhogy gyakorlatilag itt szinte mindent újra kellett építenünk. Jó, akkor ez itt a háló, és hogyha arra megyünk... Igen, tehát hogyha mi jövünk tovább, akkor itt található egy fürdőszoba. Belesek, csak egy pillanat. Igen. Aha. Tehát található egy fürdőszoba, itt a fürdőszobai berendezés szintén sötét színt kapott, illetőleg ez a kis nappalink, ami két személy elhelyezésére tökéletesen alkalmas, itt is megpróbáltuk ezt a kicsit üdébb vonalat követni. Maguk a bútorok régiek. Igen, igen, maguk a bútorok régiek, tehát minden bútort megpróbáltunk úgy felújítani, hogy tökéletesen használható legyen, és kellemes esztétikai érzést biztosítson. Egyébként tévé van, tehát gyakorlatilag wifi van, a modern kornak az igényeit is ki tudjuk így elégíteni. Jó, de érzetre meg mégis azért ott maradtunk abban az igen, időben, igen. Amikor ez... Igen, azt gondolom, hogy ezt sikerült azért reprodukálnunk. A főépület, amiben a régi szokás szerint a szülők éltek, két részre lett bontva. Tehát a főépület, ahol ami elsősorban lakóház funkciót töltötte be az elmúlt években, mielőtt ez vendégház lett, két szobánk van, az egyik a Szederinde, a másik pedig a Sonvirág. Mind a kettő a szín alapján kapta a nevét. Jó, akkor először a... Nézzük meg a Szederindát. Jó, gyönyörűek a bútorok, természetesen nem a régi paraszti milliónak a bútorai, ezeket egyik barátunktól kaptuk. Ezek nagyon szépek. Igen, jó, és akkor itt ez ugye két különálló, hogy itt két felnőtt, mert van külön fürdővíci, ugye? Így van. Két személynek befogadására alkalmas igen. Az ágy, illetőleg ott van egy kis pótágy, ami kinyitható. Az, ő? Igen, tehát ő egy fotelágy, így van. Az ágyak széthúzhatók, tehát ha olyan igény van, hogy nem kell feltétlenül francia ágyformációt kialakítani, akkor arra is van lehetőség. A lámpaválasztás annak fényében történt, hogy a korabeli lámpaformáció a petróleum lámpa volt, és nem nagyon szerettünk volna stílusában vagy hangulatában ettől eltérni. Azért kerestük meg ezeket a lámpákat, és remélem, hogy jó választás volt. A szobák után derül ki igazából, hogy a telek lehet, hogy nem túl széles, de roppant hosszú. Éppen ezért bőven elfér az étkezőépület és az apartmanok között egy szauna, szalonna sütő, kemence, nem beszélve a roppant illusztris fa installációkról. Gyertyánkból vagy más faveszőből készült kerítések voltak ezen a környéken régen. Mi is próbálkoztunk vele, de sajnos elég hamar tönkrement, de azért ezt megpróbáltuk meg bemutatni, hogy egyáltalán mit használtak még építőanyagként, igen. Illetőleg hát milyen szerkezetben, milyen összeállításban használták ezt fel ezeket. A fatároló, az ablakai ennek a nagyobb épületnek az eredeti ablakai voltak, amiket sajnáltunk kidobni. Maga az ötlet pedig, hát azt gondolom, hogy ne árulok el titkot, ez van rengeteg ilyen és ehhez hasonló fatárolót lehet látni. Azt gondolom, hogy ez egy kicsit mutatós és aranyos. És amikor leomlanak itt a nyári virágok, a petúnia és a többiek, akkor kifejezetten szép volt. No és már itt is van nekünk az étkező rész. A korabeli szalma és szénatároló zárt tér alakult át egy konyhává étkezővé. Tulajdonképpen itt szoktuk reggeliztetni a vendégeinket, illetőleg hát itt készülnek kvázi egy látványkonyhaként az ételek. A fűtésünk ugye cserépkályha. És ki is élvezem. Így van, egy nagyon, nagyon kellemes, jó meleg cserépkályha. Egyébként a többi épületben gázfűtés van, egy nagyon komoly kazánházunk, nagyon komoly felszerelésekkel. Ide viszont a hőveszteség miatt már úgy gondolom,
gondoltuk, hogy nem érdemes. Meg ez egy abszolút, igen, abszolút jobb hangulatú, igen, a hely. És ami még fontos, hogy ott van egy büszkeség sor, amire mindenképp rá szeretnék kérdezni. Igen, nos, hát a büszkeség sorunk. Ha nevezhetem így, nem tudom, hogy szabad. Remélem. Igen. Remélem, bár ezt a vendégeinktől kellene megkérdezni. A lekvárjaink, amit jellemzően a helyi bogyós gyümölcsökből készítjük, illetőleg olyan gyümölcsökből, amilyen gyümölcsfáink nekünk is vannak, az Aggteleki Nemzeti Park termékvédjegyeit viselik. Az mit jelent? Ugye most minden nemzeti park kialakított egy nagyon komoly protokoll szerinti termékvédjegy rendszert. Nagyon sok szempontnak kell megfelelni, többek között ugye itt kell termeszteni az alapanyagokat a környéken, tehát helyben kell feldolgozni. A feldolgozás módjára is előírások vannak, teljesen autentikus módon kell feldolgozni a termékeket. Meg van határozva, hogy milyen adalékanyagokat nem tartalmaz, tehát abszolút naturális formában kell őket előállítani, illetőleg hát magára a technológiára vonatkozó higiénés szabályok is nagyon komolyan szabályozva vannak. Amik védjegyes lekvárjaink, az a kökény, som, berkenye, birsalma, konkordiszőlő, nem egészen nemzeti parki termékvédjegy, de a szlovák oldalon lévő fekete áfonyát is fel szoktuk használni alapanyagként, illetőleg ami nem nemzeti parkos védjegy, ami viszont a saját gyümölcseink, az a sárga baraszk például, amiből szintén készítünk, de nyilván az nem védjegyes kategória. És hát, nem csak lekvárokat? Nem csak lekvárokat, hanem pálinkákat is, szintén hasonló gyümölcsökből, ugye azok is nagyon népszerűek, itt szoktunk pálinka kóstoltatást tartani. A családunk férfi tagjai, akik képzett pálinka mesterek, ők szoktak kóstoltatást tartani, hogyha a vendégek igénylik. A pálinka szortiment szintén kökény, vadkörtesom, csipke, boróka, bodza, sőt, ők is készítenek berkenyepálinkát, galagonyát, tehát bírset, a klasszikus bírset. Szilvát, almát. Tehát van választék, bőven van választék. Nem csak a saját termékek, vagyis a pálinkák és a lekvárok érdemelték ki az Aggteleki Nemzeti Park oltalmát, hanem maga a vendégház is, a Fruktárium, itt Trizsen. De ha már megígértem, hogy utazunk, megyünk is tovább. Most irány Jósvafő. Jósvafőre érkeztünk a Barlangok és Források völgyében. Körülbelül 20 ezer hektáros az Aggteleki Nemzeti Park területe, és az Aggteleki Nemzeti Park székhelye is itt található Jósvafőn. Jelenleg most a Törőfejvölgyben állunk, a hátunk mögött pedig a Baradla-barlang vizét felszínre hozó Jósvaforráscsoport látható. Ennek mi a sztoria? Ennek a kiáratnak ott, meg ennek a víztömegnek. A Baradla-barlangról tudni kell, hogy egy három szintes járatrendszer, és ahol túráznak a vendégek a főág alatt, két alsó barlang is van, amelyek vízzel telt járatok, és ezen a ponton egészen az 50-es évekig csak egy hegylábi törmelék alól kifolyó víz volt egy forrás. 1955-ben hatalmas mennyiségű csapadék zúdult le itt a térségben, és pár óra alatt a barlangban annyira felgyülemlett a víz, hogy a felgyülemlett víz itt a hegyoldalt szó szerint kirobbantotta, annyira, hogy fölötte a parkolóba vezető úttest teljesen megrongálódott. Azután nyilvánvaló vált a törmelék elhordása után, hogy gyakorlatilag három ponton lép a Baradla-barlang vize a felszínre. Ez csak az állandó vízhozam? Állandó vízhozam, gyakorlatilag egész évben folyamatosan jön itt a víz. Nyilván a vízhozamnak a nagyságát, azt a csapadék befolyásolja. A hőmérséklete viszont állandó, hiszen a barlangban mindig plusz 10 Celsius fok a hőmérséklet, tehát a víz hőmérséklete is ennyi. Kicsit sétálunk tovább a patak mentén. A tengerszemtó mellett állunk, ez egy mesterségesen létrehozott tó. A forráscsoportról elvezették ide a vizet, és ezt duzzasztották vissza. Viszont mivel Jósvafőn nagyon sok barlang van, ezáltal nagyon sok forrás van, ezért az ember kihasználta itt is a térség környezeti adottságait, és már az 1800-as években vízimalmot működtetett itt egy úgynevezett Klein család.
és gyakorlatilag három malom működött Jósvafőn, mert hogy a településen összesen négy patak folyik össze, egyesülve csak Jósvapatak néven folyik tovább a Bódva völgyébe, tehát be a Bódvába. Ugyanez a Klein család itt létrehozott egy turbinaházat is, és ennek köszönhetően a település lakóházai, illetve utcái már 1919-től villanyvilágítással volt ellátva. Működött itt egy kapahámor is, az a Vizina Energia segítségével működtetett kovács műhely volt. Jósvafő egyszerűen kihagyhatatlan. Sok túraútvonal, barlangok, patakok, tó, olyan sok minden van itt. Pláne, ha a világ legnagyobb könyvére gondolok, ami meg itt van a szomszédban, egészen pontosan Szentpetrin. Szentpetri felé a hóban felsejlik a foltos szalamandra, ami a nemzeti park jelképe. És egy működő vízimalom is. Természetesen minden okkal. Mi arra tálunk éppen? Hát a világ legnagyobb könyve alatt, az előlapja alatt, 430 kilós egyébként ez az előlap. Hogy maga az előlap? Így van. Menjünk is ki alól. Nem történik semmi, akár a tankot is elbírnak ezek a húzalok, amik tartják itt. Azért emeltük meg ennyire, hogy a látogatók alá igényelték, hogy alá tudjanak. Hát, hogy meglehessen nézni, hogy a szalamandra itt is. Súlya 1420 kiló, 4,18 m a magassága egy lapnak, és 3,77 m egy lapnak a szélessége. Tehát közel 16 négyzetméteres egy lapnak a területe. Az oldalszám az 346, a Guinnessnek ez volt fontos, hogy az oldalszám, tehát nem is a lapszám, és hát a térségről szól a könyvünk, mivel lokálpatrióta vagyok, szeretem azt a szép tájat. Hát először talán Bibliát akartuk megcsinálni, de aztán a családom is lebeszélt róla, és így lett a térség, így szólt a térségről a könyvünk, és a legkiválóbb szakemberek segítettek, barlangászok, botanikusok, biológusok, ornitológusok, felsele egyházi emberek. Így van, és nagyon részletesen 36 barlangot mutatunk be az első fejezetekbe, a következő részekbe a felszínt, az itt élő állat és növényvilágot, és az utolsó részekben persze, hogy mit alkottak a 20 településen keresztül, bemutatjuk az itt élő emberek, az épített örökségünket is. Elképesztő dolog, hogy kódexkötéssel csináltuk meg. Tehát elfelejtettem mondani, hogy fatáblás a könyvünk. 4 centi vastag fatáblából van az elő és a hátlap, és ezt bőrrel vontuk be, 13 egész marha bőrrel az elő és a hátlapját. Ez óriási dolog, hogy ezek a nagy állatbőröket hogy illesztettük egymás mellé, és kódexkötéssel kötöttük meg. A világ legnagyobb könyve már itt van, elkészült, de Béla nyughatatlan. Sok terve van még, és ahogy sikerült a kis idő alatt megismernem, félbe ő aztán biztos nem hagy semmit. És amit kitalál, azt megvalósítja. Jó példa erre, ez itt, ez az egész, itt Szentpetrin. Amire igazán büszke vagyok, az a másik épületben van, a Gutenbergnek a műhely részlete, rendkívül élethűen, vagy korhűen készítettük el. Ott van egy betűkészlet is, ami talán bármitől többet ér itt a létesítményünkbe. Mind a 269 karakter megvan a betűkészletéből. Ez rendkívül nagy dolog, mert ezen kívül még két múzeum birtokában van, erősen hiányos készlet is, és ez majdnem 100 000 betűből áll, tehát ez teljesen megvan a készlet. És ki is raktunk egy oldalt a gépén, és nyomtattunk vele. Hát ez olyan nagy dolog, hogy századok óta ez nem fordult elő. De hogy ez az eredeti, teljesen eredeti, autentikus technika, amivel történt a nyomtatás. Pontosan. Így, ebbe az a nagy szó, meg az az őrületes. Így van, és még a nagy dolog, hogy meg tudnánk csinálni a könyvét teljesen úgy, ahogy az övét, tehát a szakmaiságunk megvan hozzá, hogy elkészítsük, megvannak hozzá a gépek, betűkészlet, sőt a papírját is elő tudjuk állítani, mert az épület másik részébe pedig egy korabeli papírmalom másolatát készítettük el, olyan gépet, amin ő készítette el a könyvéhez a papírt, és ezt vízikerék hajtja meg egy 6 méter 20 centi átmérőjű. Hogy még inkább autentikus legyen. Igen, és hogy mégis egy kicsit még kerekebb legyen a dolog, tehát minden nálunk a könyv körül forog,
Még van egy kis biblia kiállításunk is, ahol rendkívül értékes ritkosságaink vannak. 6 darab 500 év fölötti könyvünk is van, nyomtatott könyvünk, kiadványunk, valamint amit talán a legérdekesebbnek tartanak a szakmai világ is, a Kölni Dom tervrajza is megvan nekünk, 16 példányba készült el a Kölni Dom tervrajza, és 2 példány maradt fenn belőle, a másik példány a domunkban található. A másik meg itt. Igen. Rengeteg értéket rejt az Aggteleki Nemzeti Park, legyen szó természeti örökségről, vagy épített örökségről.